ahány ház, annyi szokás. Mögöttem egy örmény a francia Louvre-höz hasonló ház és étterem. A másik oldalon egy belorusz ház és étterem. És ha gyorsan végigmegyek itt az utcán, akkor látni fogjátok a többit is, mert nem akarok túl sokat tölteni ezzel, úgyhogy most futok, legalábbis megpróbálok gyorsan menni. Ez egy csuvas, hát öcsém, biztos, hogy nem vagyok a rokonuk. Ez egy csuvas, ez egy német, és hogyha megyek tovább, akkor fogsz látni többet is. Szóval mindegyik házban van egy étterem, egy kiállítás, akár egy múzeum. Azt mondja, ezt elfelejtettem milyen, ez egy másik. Ez itt a hatodik. De itt arra emlékszek, ez a kazak. Az ott a kazak. Ez eléggé tetszik. Ez a moldovai. Egyébként a világok utcájában vagyok, Orenburgban, ami arról nevezetes, hogy Gagarin itt tanult, és építettek neki egy szobrot, mert itt tanult. Kíváncsi vagyok, Pécsen lesz a szobrom. Azt ott megint elfelejtettem, hogy milyen ez itt balra. Na, egy másfél percen belül vagyok, ez jó. És szerintem ez a legszebb, ez az orosz, ez faház. Egyébként a magyarok is ilyen faházakban laktak. Cébert Robert szerint. Jurtában csak azok voltak, akik vigyáztak az állatokra. Nem vagyunk nomád nép. Kurva jó faházaink voltak mindenki. Baromi szépek és nagyok. Szóval a múlt tele van hülyeségekkel. És az annyi ház, annyi szokás nevezetű baromság, az el lett ferdítve. Igazából ez azt jelenti, ez a mondat. Őrizd meg a saját integritásodat, ami azt jelenti, hogy a világról mennyire akarsz érvényesülni, milyen keretek között, minél jobban tudjál segíteni másoknak. De amikor valaki valami hülyeséget csinál, azt ezzel a mondással nem lehet megmagyarázni. Úgyhogy az a helyzet, hogy magadban döntsd el, hogy milyen életet akarsz élni, ragaszkodj az elveidhez, a céljaidhoz, és pont ne érdekeljen, hogy más mit csinál. Ugye ez lenne a mondásnak a lényege, de ha valaki baromságot csinál, hát ahhoz nincsen joga, úgyhogy azt a szokást hagyja abba. Pont a szokásai miatt van abban a helyzetben, amiben. Érted, ilyen drogos alkoholisták, stb. Tehát ez nem szokás, ez önpusztítás. Úgyhogy az önpusztítás nincs rendben, minden más rendben van. Segíts a világnak, sok pénzed lesz. Kaza Tamás, lezeres és specialista, Orenburg, Oroszország.